Sosem elég, bár tekintek, a szívem nem háború.
jelen létedben megújulok. Legyél a tűz, ami szívemben ég, szent lelket kell, sosem elég. Láttekintek, a szívem elháború, jelen létedben megújulok. Te légy a tűz, az életemben hatalmas irány. Jézus a forrás, ami megelégít, nőled árad rám az élő víz. Mosd le a bűn, mosd le Bécken, irányítsd minden léten. Te légy az út, az életemben hatalmas király, az én Istenem. Te légy az út, a végtelenben szerelmes király. Vezess engem, te légy az út, az életemben hatalmas király, az én Istenem. Te légy az út, a végtelenben szerelmes király. Vezess engem. Jézus a bástya. Jézus a bástyám, erős sziklám, egyetlen oltalom csak nálad fel. Légy menedékem a mindenható, károztatásokból szabadító. Jézus a bástyám, erős sziklám, egyetlen oltalom csak nálad fel. Légy menedékem a mindenható, károztatásokból szabadító. Te légy az út, az életemben hatalmas király, az én Istenem. Te légy az út, a végtelenben szerelmes király. Vezess engem. Te légy az út, az életemben hatalmas király, az én Istenem. Te légy az út, a végtelenben szerelmes király, vezess engem. Az életemben hatalmas király, az én Istenem. Te légy az út, a végtelenben szerelmes király. Vezess engem. Te légy az út, az életemben hatalmas király, az én Istenem. Te légy az út, a végtelenben szerelmes király. Vezess engem. Hogy az élet akár egy üres vászon, nincsenek korlátok, ráfest a minden álom. Másnapokon az élet elrohan mellettem, úgy érzem mindjárt vége, pedig még el sem kezdtem. Túl rövid az élet ahhoz, hogy rosszul éljem. Van, nem ezt látom, ha reggel a tükörbe nézek. Van, nem ezt hallom, ha mások megítélnek. De Isten a szívem nézi, ő látja a teljes képet, és újra meg újra biztat. Több van még benne. Ki adná esélyt újra? Ki adná esélyt újra?
százszor is elhibáztam. Romos felszín mögött ki az, aki kincset látna? Ki adna reményt újra? Ha borult minden terven, ha gyenge itt eljövök, nem taszít el mégsem. Túl rövid az élet ahhoz, hogy rosszul éljek. Ha de nem ezt látom, ha reggel a tükörbe nézek, ha de nem ezt hallom, ha mások megítélnek. De Isten a szívem nézi, ő látja a teljes képet, és újra meg újra bízzak. Több van még benned. Van, nem ezt látom, ha reggel a tükörbe nézek. Van, nem ezt hallom, ha mások megítélnek. De Isten a szívem nézi, ő látja a teljes képet, és újra meg újra bízzak. Több van még benned. Bár csak mindig hinnék ebben, akármilyen hihetetlen. Ha már nem hiszek magamban, Isten még mindig hisz bennem. Bár csak mindig hinnék ebben, akármilyen hihetetlen. Ha már nem hiszek magamban, Isten még mindig. Reggel a tükörbe nézek, van, nem ezt hallom, ha mások megítélnek. De Isten a szívem nézi, ő látja a teljes képet, és újra meg újra vissza. Több van még benned. Van, nem ezt látom, ha reggel a tükörbe nézek, van, nem ezt hallom, ha mások megítélnek. De Isten a szívem nézi, ő látja a teljes képet, és újra meg újra vissza. Több van még benne. Több van még benne. Köszönjük szépen ezt a mai estét, és köszönjük szépen, hogy itt összegyűlhetünk a te nevedben, és kérlek, csak segíts, hogy nyitott szívvel legyünk a mai tanításodra, és tényleg nyitottak legyünk arra, amit ma tanítani szeretnél nekünk. Köszönjük szépen a jelenlétedet, tőledben imádkoztam, amen. Sziasztok, Isten hozott benneteket, köszöntjük azokat is, akik a kamera előtt néznek, a túloldalt minket az interneten keresztül. Hello, good evening and welcome those of you who are watching us online. And if there are any English speakers among you, translation will be from the back, so I would like to ask you to stand up and come with me to pick up headsets. Thank you. Sziasztok! És mielőtt átadnám a mai esti tanítónknak a szót, még néhány bejelentés a jövő hétvégéről. Szombat este lesz szombatesti társas ismét itt a kávézóban 6 órakor. Gyertek, mert nagyon jó lehetőség arra, hogy sok embert megismerjetek, meg játszatok egy jót egy este folyamán. Fél hétkor kezdünk, és általában hivatalosan 10-kor van vége, de olyan 10:30 körül szoktuk elhagyni az épületet, és ha bármikor ráértek az este folyamán, akkor várunk benneteket szeretettel. És vasárnap este pedig különleges alkalmunk lesz. Gyügyi Laci fog bennünket tanítani, kicsit rövidebben, és Armando itt a harmadik sorból fogja vezetni majd a dicsőítést. És az este egy kicsit az első fele egy rövidebb lesz, és utána pedig egy közösségi esténk lesz, ami szintén részben egy ilyen játékos, de szeretnénk így lehetőséget adni különböző módokon majd így a mélyebb beszélgetések, meg ilyen kisebb csoportos beszélgetésekre is különböző módokon. Szóval várunk benneteket így sok szeretettel, és most át is adom a szót Attilának, aki ma este a továbblépés művészetéről fog bennünket tanítani. Ez nagyon stílszerű volt, köszi Réka. Sziasztok! Hogy vagytok? 10-es skálán mondjuk be egyszerre. 1, 2, 3? 10. Jó. Megszavaztuk. No, aki lejjebb van, az se aggódjon. Remélem, hogy az este végére sikerül ezt majd feltornászni. Lejjebb vinni? Mit mond? Te ilyet nem. Jó, oké. No, hát nagy szeretettel köszöntelek én is titeket. Új